Ez az épületrész köti össze a Tiszalöki Idősek Gondozó Központjának korábban épült két szárnyát. A 31 gondozat mellett a Város Idős Klubjának is helyet biztosít majd az új épületrész. A gondozó központ emellett 150-170 fő szociális étkeztetését és 37 fő házi gondozását végzi Tiszalökön. Az intézmény összeépítése történt meg, így két kicsi épületből egy épület együttes keletkezett, amely azokat a hiányzó helyiségeket foglalja magában, amelyek miatt évek óta idéglenes hatályú működési engedéllyel rendelkezett az intézmény. Ez a betegszoba, orvosi szoba, látogatói szoba, mentális szoba és foglalkoztató. A beruházás részeként az épület tetőszerkezete és a külső környezete is megújult, mondta el Tiszalök polgármestere az átadó ünnepségen. Hozzátette, a felújítás 21. századi környezetet biztosít a gondozottak és a gondozók számára. Nagyjából 82 millió forintos a támogatás mértéke, 100%-os támogatásról beszélünk. Az építészeti kiadások kb. 68 millió forintra rúgnak, és gyakorlatilag így kívülről minden megújult, de mégis némi hiányérzetünk van, hiszen az épület egységnek egy része nem fért bele a pályázatba, illetve nem lehetett pályázni a régi meglévő résznek a hőszigetelésére és a külső nyilázáró cserére. Ezt meg fogjuk tenni, hiszen akkor ez teljes és egész az épület felújítása. Azt gondolom, hogy így egy megfelelő környezetben méltó körülmények között élnek az idősek. A rendezvényen Vidnai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy egy társadalom fejlettségét az is meghatározza, ahogyan az idősekkel és a betegekkel bánik. Egy társadalom igazi fokmérője, hogy hogyan gondoskodik az idősekről, az idősebbekről, akik már gondoskodásra szorulnak. Nekünk az a filozófiánk, hogy mindenképpen a családot kell megerősíteni, a családban kell együtt élni, akár úgy, hogy szülők, gyerekek, vagy akár a nagyszülők is. De hogyha ez már nem lehetséges, akkor szükség van ilyen szociális szolgáltató intézményekre, ahol az idősek szakszerű gondoskodást, szociális ellátást kapnak. Láttuk ebben a megújult intézményben is van orvos, szóva, látogató szoba, és nagyon fontos, hogy vannak közösségi terek, ahol a gondozottak beszélgethetnek, ahol a szellemi frissességüket még megőrizhetik. Az országgyűlési képviselő elmondta, a bentlakók életében minőségi javulást hozott a beruházás, az ellátásban dolgozók számára pedig az életpályamodell hozhat majd jelentős változást.